Várjunk, várjunk! Nagyon szépen köszönjük! Azon gondolkozok. Hogyan gondolok? Ezt ide teszem. Nagyon köszönjük szépen, Csizmi! Várjál! Hogy van nekem ez most? Na, oh, bassz, miért nem hoztam ide? Szia, banya! Hello! 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 Na jó van! Hol van? Mi? Jó van, ott még van baj. Nem baj? Nem baj. Nem baj, ilyet akartam inni. Már hiányzott a bubis üdítő. Na, egészségedre! Jaj! Na, én közben elindítom. A háttérbe. Na, sziasztok srácok, itt egy kis ökörködés, a köböl lesz, Fall Guys, úgyhogy el leszünk. Na, itt vagyok. Szevasztok. Elvileg mindjárt indul. Na, very nice. Na, Szandinak már indult, azt már látom. Aha, és kijön. Na, most, most már Norbinak is. Ja. Nekem még. Nekem még szórakozik egy kicsit, na most! Ha, na most! Oké, okay. Okay, ez az... Fall Guys, Ultimate Knockout! Na. Itt egy vanya, szia vanya! Halliho! Ó, oh, micsoda izé! Új színek vannak a izéből, a dzsungel könyvéből. Van Balú, van Sírkán. Van Lajcsi. Nem, ilyen semmi. Lajcsi. Ja. Ezé. Ruhák. Dzsungel könyvés ruhák. De kurva jó. Tegnap is el voltunk. Ezt miért mi lehet venni? Mi ez? Majom. Majom szín. Legyünk majmok. De várjál már, mert nekem olyan... Ha nem vagyunk a... elég majmok, akkor legyünk még jobban. Jungle Champion nickname. Kezdődik. Nem, de úgyis nem akarok cserélni. Na, hátra kaptam új ruhát. Nem kaptam ló, de kaptam valamit. Van én az is, a ninjás. Én is kaptam, és nagyon köszönjük szépen a csírt. Ja, egészségedre. Ninjás skin. Hát ilyen, olyan, mint a ninja. Most ilyen farmer gatya. Nekem bent van a bagoly. 4500-é. Aha. Na jó van ez. Jó vagyok így kékbe. Teljesen jó. Na, akkor menjünk vissza. Azt mondja, hogy kellene... invitálsz, vagy én invájtoljak, vagy mi van? Majd nézzek már meg valamit. Egy pillanat. Külön rá kell kattintani, basszus, hogyha meghívtak. Aha. Jó. Na, meg vagyok. Spiky Falket, jó az a ruha. Úgy néz ki, mint ilyen gumiruha, amit így felhúznak az emberek. Ja. Na jó van, én... Se kroki, se izé, nem tudom mi, makina, tudom, nem tudom, nem tudom. Jó a kroki, de van itt nekem izé. Én teljesen re vagyok, Di. Igaz, hogy síró. Jó, van ez. A de szép. Jobb, mint az enyém. Csak nincsen kiúdó. Mi? Hát a sérója az én figurámnak jobb, mint az enyém a valóságban. Volt már neked más... Volt már neked más séród is, nem Szabika? Ajaj, volt már nekem csíkba is vágva. Még na, régen. Na, azért mondom.
Ezért volt. Ja. Valaki farkaslat. Ja. Ne, lehet ezek bagyok. Tudod, ismered a viccet, mikor három baga ül a fán. Az első azt mondja, hogy don't worry. Másik azt mondja, be happy. Mit mond a harmadik? Leszarom. Azt mondja, hogy Megmérem a stresszemet, nem vagyok stresszes. Annyira régen játszottam ezzel, hogy már nem is emlékszem, hogy mivel megy a stressz. Vasdal mozgok, space-szel ugrok. Megy az óra. Jobbat a kapaszkodás. Megy a pánton a stresszteszt. Nézzük, mennyire vagyok stresszes. Tegnap kellett volna érni. Kezdésnek rögtön az egyik kedvenc szívós pályán. A stressz szintem sárgán van. Ez már gond. Az még belefér. Az még belefér. Na Jézusom. Kezdődik a szívás. Jó, szívverés. Szívverésemet is. Nézzük meg azért. Na, hát azért második ne, sorból hát, indulunk. Ne, mögött van a farkas ki, ne. Azt kell nekem. Nem lehet. Oké. Nagyon jó. Hopp, eddig... nem jó. Ó, az első akadály. Á, bassza meg. Én most vettem. Elbasztam. Elbasztam. Vigyázz! Na, az meg nem bírtam felugrani rá. Na, várjál, majd mindjárt kitaláljuk. Jó. Jó. Na, kapaszkodj már meg! Most mit csinál? Jaj, hogy ez a vetődés. Basszus! Ja, a másik meg. A kapaszkodás. Jó van. Oké. Okay. Na, addig utolsó vagyok. Hál az égnek. Hát, baszki, nem tudok rámenni. Na jó van, akkor megyünk lent, legalább látunk is valamit a kamerából. Nehezebb lett a pálya, vagy? Egy teljesen jó. Az utolsó előtti helyért megy a harc. De nem tudok felmenni. Még le, maradj! Ne! Nem jó ritmusba ugrok el. Hát nincs meg a ritmus! Oké, okay. Már megpróbálunk vetődni. Várjál! Oké. Okay. Megvárjuk még visszaér. Ha nem lök ki, az a másik személy. Engem is a ki... Bázd meg, előttem van a másik. Oké, okay. Irányba fordulunk, aztán úgyse sikerül. Nem lehet itt fölmászni, csak ez a zuggálós szaron. Várjál, menjünk erre hátha. Ezek a tónak kezdeni, basszus. Ugrás! Áj, arra kell! Nézd már, az meg hát nem hiszem. Siker, bent vagyok! Mennyi volt a szívverésem? Oké. Okay. 95. BPM. Jaj, le ne essek! Most bent vagyok, mérjünk még egyet. Tegnap kellett volna mérni a szívverésedet. Mit? Tegnap kellett volna mérni a szívverésedet. Áj, és leestem teljesen, tegnap? De jó. Ja. Aha. De akkor még az nem benne. Volt, akkor még nem volt kimondva az óra. Ugye ez a pánt. Oké, okay, eddig jó. Na most! Nem. Basszus, lefelé már tökéletesen tudok esni. Várjál, kiírta, hogy ne mozogjon. Én lehet, hogy megmozdultam. Ne! Meg mindenfele fordul csak arra, de amerre nekem kéne. Nézzek! Jó, próbáljuk meg a másik irányba. Hát az... Úristen! Na, 68. Figyelj, amikor elkezdtük a játékot... Én már legalább a feléig eljutottam. Amikor elkezdtük a játékot, 95 volt, beírtam, lement 68-ra. Ez az... Úristen, megvan az első checkpoint! Mennyi ott lent? Nem vagyok lent. Azt akartam. Ment vagyok. Hát figyelj, pálya 3/4-ig eljutottam. Ez már haladás ezen a pályán. Oké. Okay. Ki jutott be? Én. Csak drágmester, ennyi. Baj. Hát bemelegítésnek ez jó volt.
Ez a kedvenc fájád. Na, ez nem baj, hogy erről lemaradtam. Valahogy, nem bánom. De amilyen szerencsém van, a következőnek elsőnek ezt fogja beadni. Nem, mert nem kopogtad le azért. Ja, most már mindegy. Most már mindegy, most a késő. Ez így jó is lenne így, hogy nem mozognak. Csak végig kell szaladni. Hát ha nem mozognak... Na, mit akarsz? Első sorból indulsz. Mr. Rákmester ügyesen rögtön visszaesett a harmadik helyre. Most már ugye a 80-adikra. De nem baj, nem adja föl, nagyon nyomja. Hát a tömegben rejtőzködik, nem lehet látni, hogy hol van a krokodilus. De eddig nagyon jól csinálja. Na, első tippem szerint az első 20-ba benne vagy. 30-ba, 50-be, jó? Ajajajajaj, ez túl nagy dőlésszög, és Rákmester kidőlt. Kidőlt. Úgyhogy, nem baj. Halad, ajajajaj, úgy megy, öcsém, mint a vér alá futás. Jó van, nagyon. Még egy kicsit. Ne visszafele, előre, de át. Majdnem megvolt, úristen! Jó van, nem baj. Így, hogyha egyedül vagy rajta, az a jó benne, hogy mások nem kúrják el neked a libikóka állását, viszont amikor utánad jönnek, akkor te beállítod faszán a libikókat, és mindenki leszart téged, megy előre. Azaz, eddig nagyon jó. Az egy kicsit sok lesz. Bementek már 30-en. Nem baj. Nem a győzelem, nem a részvétel, hanem a fontos. Ezt már megtanultuk. Ennyi volt. Nem, már jó volt. Valamire kaptam pipát, pedig az első pályán sem jutottam túl. Én is kaptam. Kaptam valamit. Figyelj még egy poháron és fog rá a gyűszira. Oké. Na, én re vagyok ti. Mikey Falkett csak most jött ki a nézelődésből szerintem. Mert írta, hogy watching, vagy micsoda, spectating. Kint van már. Most nem azért 20 millére, de mindig a nőkre kell várni. Most megfigyelted már? Istenem, szóval... Bocs. Mikor lesz kész? Mikor lesz kész a kaja? Mikor lesz a nyugodban? Nem, amikor megyünk valahova. Megyünk valahova. Drágám, készülődjél, mert fél óra múlva indulni kell. Hát az lesz, jó, hogy másfél óra. Jó, 5 perc alatt kész vagyok. Fél óra múlva. Pasi felöltözve, öltött nyakkendőbe áll az ajtóba. Hát nem tudtam kiválasztani. Még öt perc, mindjárt kész vagyok, mindjárt megyünk. Ugye szívem? Hát ez nem jó, nem ezt leveszem. Jó rá ruha, utána leveszi, azt vesz más. Nem mondom, jó, mert... Addig én meg ülök az ágy szélén, és így... Oké. Okay. Na jó, telefonos. Csak azért, hogy megvédjem a nőket. Hogy ne az legyen, hogy most a nők vérét szívjuk. Azért... Pasiknak is vannak hibáik, nagyon jól tudom, de viszont ha Pasi egyszer megígér valamit, hogy meg fogja csinálni... És nem csinálja meg akkor? Hogy mindjárt meg fogja csinálni, akkor azt mindjárt meg fogja csinálni. Nem kell minden fél évbe emlékeztetni. Hogy... Igen, ez az. Meg fogja, ha megígérte, meg fogja csinálni. Ugye, mindjárt. Elég, hogyha két év után csinálja. Nem kell minden szilveszterkor baszogatni, hogy mikor csinálja ja, már ja, meg. Igen. Most új év van, mikor csinálod meg? Ó, leghátulról indulunk, de hát az utolsókból lesznek az elsők, azt hallottuk, és megint ezzel a gyönyörű pályával indítunk, nagyon jó, tök jó. Kurva jó ez a pálya. Első akadály. Harmadik vagyok. Úgy vettük, hogy úgy becsapódtunk a vízbe, első vagyok. Jó van. Majd talán én is egyszer. Oké. Okay. Na!
Eddig nagyon jó, a problémák most kezdődnek. Nekem is. Azt a, ezt a rohadt mocskos mákot, ahogy sikerült felugranom. Csak ne verném be a fejemet a fölöttem lévőbe. Ugorj már erre a szár! Na végre. Gyerünk! Olyan szépen mellé vetődtem, mint Dugovics Titus. Oké, negyediknek bent vagyok. Na ne! Negyedik. Oké, és akkor most egyelőre odáig már jutottam, ahol a múltkor, és megint leestem. Nagyon jó. Maradj rajta kétszer. Már gyakorolt. Aha. Nem, basszus. Nem, és megint teljesen leestem. Ugyaneddig. Itt ez a nemezizem, ez a pálya. Itt pontosabban ez a része az ugrálásnak. Innentől megy nehez, és nézd meg, nem ugrik. Nem ugrik el addig, hát, mert neki mész a másoknak is. Az is számít. Lelöknek, meg egyéb. Nem. Oké, ide középig följutok, utána meg le. Úgyhogy nagyon jó. Ezt még Sandy is bent. Nagy nehezen sikerült neki. Gyerünk! Mi volt ez? Még hogy a nőkre kell várni. Hát én most... Hát, én elindultam időbe! Vagy én most várok. Hát már ennyit vártam, ennyi volt. Elindultam időben. Ennyi. Én itt középen nem, egyszerűen nem bírok fölmenni. Na jó van. Ez a pálya a kedvenc, akkor ez a pálya a kedvenc, tudjuk akkor ma. Bagi, ott 4500-ba kerül most nekem. Mindenkinek mást férét tölt be alul. Fölül az a négy dolgot, azt mindenkinek ugyanazt elméletileg. A shopban. Ezért érdekes, hogy a Recompile-ba is azért szívok az ugrándozós részeknél. De az azért jobban megy, mint ez. Mert azt majd én is kipróbálnám azt, hogy nekem te ahhoz kimutattad, mondom, mi ez a izé, a régi módi izé, mondom. Néztem a grafikát, mondom, hát mondom, el korszerűnek tűnik. Aztán utána néztem, hogy lövöldözni kell, meg minden izé, mondom, mi az Isten ez, mondom, ez a játék. Nézd meg a trailerét. Tudom. Nekem, mondom, nekem a Returnal jutott eszembe róla. De mondom, amikor így pár másodpercig, vagy amikor pont megpillantottam, akkor ez jutott az eszembe, de amikor végignéztem, akkor az volt a fejemben, hogy na, ez a játék tetszik nekem. Na, első alkalommal itt úgy indítottam, hogy rögtön leestem. Ne, de jó, hogy mondtad, most én is leestem. Jó, köszönjük! Ez mák volt, de jól jött ki. Áú! Azaz. Lőd a csillagot! Á, és te kapcsolod a lövést. Azzal a kapcsolóval. Uh-huh. Úgy, éppen átbújtál. Ja, ezt nem szeretem. Ennek mikor rájöttem a taktikájára, ugorj! Hú, az éppen volt. Jaj! Hú. Azt a kurva, ez nagy mák volt. Jó Betőd. Van. Csak néha ugrani kell, de egyébként jó. Gyerünk! Simán ment vagyok. Basszus, gyorsabban haladtál fölfele basszus izével, rohanással, mint én, hogy ugrándoztam. Itt utoljára. Ez meg lesz. Csak tudnám egyébként, hogy akik ott megállnak a célnál, és ott szórakoznak mással, azok mire várnak? Azok trollok. Vagy megfognak és nem engednek, vagy pedig épp a szemed előtt megy be, mint a előző streamben is mondtad, hogy azt mondtad, hogy bazd meg, hát itt volt, a szemem előtt bement, és ott állt, ezt mondtad. Ja, hogy ők azért, hogy várják, hogy az utolsó pillanatban menjenek be. Aha. Aha. Értem. Jó van, jó nyomjátok. Bent vagy? Azt, ilyen még nem bent volt mind a ketten bent vagyunk, ilyen nem volt még. Na jó van.
Na, kíváncsi leszek. Már csak egy dolgot kéne ezen a pánton csinálnom, hogy... Mikor mozgatom a kezem ugye magam felé, akkor mindig felvillan. De valamit olyat csinálni, hogy akkor villan... Azt majd beállítom majd. Akkor villanyom fel, amikor rányomok a gombra. Van rajta egy kis láthatatlan gomb alul. Érintőképernyőben. Én szeretem azt, hogy az óra úgy villan fel, hogy nem kell rányomjak. Tehát amikor megmozgatom a csuklómat... Nekem is újra megmozgatom. Nézi, és... hogy megnézem. Ha lehet, hogy benne hagyom. Végül is nem kell... Az jó, mert amikor dolgozol... Nem kell hozzáérnem. Jaj. Ujj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 j
problémák vannak. Ásítottam? Jó, nem baj, eddig jó. Na, itt kell vigyázni, mert akkor, nagyon lőnek. Akkor benne hagyom inkább. De várj, ezt jól tudom, ezt nem is lehet... Rajtad múlik. Ezt nem is lehet... De ki lehet kapcsolni. Megmondom, aksi időt úgyse nem... Koránál ki lehet kapcsolni a szához, hogy... De aksi időt úgyse nem... Izél belőle olyan hűde sokat, hogy kéne. Kikapcsolni, nem? Na? Nem. Nem tudom, a karkötőket nem ismerem. Hát nekem utoljára szigetfesztiválom volt karkötőm. Hát elméletileg 15 napot bír, úgyhogy ez... Vagy több nap... Ne nyílj már, ne! Basszus, bocs. Hú! Nem is gondoltam, hogy ez ilyen hosszú. Baszki! Gyorsan! Á! Menj innét! Bazd meg! Bejutottál? Igen. De szerintem a nagy aksit nem ez, hogy most 4 másodpercig felvillan. Azért találták ki az Always On kijelzőt is. Ja. Hogy csökkentse, hogy ne legyen mindig bekapcsolva. Úgy jó, mert melóba izélok, így mennyi az itt pontos idő. Jött értesítés, jött a GLS-től SMS. Tök jó, még rezek közben. Fel is keltett izé. Akkor már csak te vagy benne, ugye? Mr. Parkmester. Ó, a farokfogó. Gyerünk, fogd meg. Ott a farka. Ott a farka. Fogd meg. A végét. Nem, már nekem van a farkam van. Vigyázzat. Farkam van. Segítség. Megfognak van. Megfognak van. Nem is gondoltam volna. Segítség. Segítség. Rám fognak jönni. Érted, itt segítség, de senki le se szarja. Akkor maradok így. Tényleg senki nem is jön erre. Ja, jönnek. Ne! Ajaj. Ne! Kész. Nyápötik. Ellopták a farkamat. Hát, a szarügy. Utána megyek. Ebből nem lesz gyerek. Gyere ide, te szemét! Na, bassz meg. Nem baj, ott van még egy csomó farok, úgyhogy... Farok? Bassz meg és átugrott. Ugyan, ugrott be. Ja, meg kell fogni, bassz. Elvitték előled. Más fogta meg hamarabb. De egyébként olyan farka van, mint annak idején volt a Mario-nak az egyik része. Most már futás. De baj, nem látok lószert. Ahol ilyen mókus farka, vagy milyen lehetett a Mario-nak. És ugrálás közben tudott talán még repülni is vele. Bent már vagyok. Már nem emlékszek. Az tök jó. Bent vagyok. Megvan a farok. Ennyire meg nem örültem egy faroknak. Na.
Nyolcan vagytok, akkor ez most már végjáték lesz? Végjáték. Hú. Ú, baszt. Aha. Ez fasza lesz. Jaj, ne, és pont ez, az esős. Ajja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 jj
szóval gyanús, hogy esni kell. Bazd meg! Bazd meg! Ah! Nem baj, így elő tudod nekik készíteni a terepet. Én készítem elő nekik. Ajaj! Ne! Dragmester, első vagy! Ámentek én lejjebb vagy. Ne fogjál már meg, bazd meg! Ne fogjál meg, ne fogjál, addig örülj, még én nem fogtalak meg. Ajaj. Ne! Hát olyan kurva gyorsan le... Melyik az utolsó, a kék? Igen, ez már az utolsó. Hát akkor rohadt gyorsan járják körbe, hogy minél kevesebb maradjon, hogy ha ezek leesnek, akkor egyenesen essenek a pudingba. A puding próbálja az egyén. Az a baj, hogy előtted van, és tudtam, hogy be fogsz szemétkedni, hogy... Jaj! Á, nem! Ah, shit. Hát még a kékem van, basszus. Oké. Az aranycsirke. Aranycsirke. És aranycsirke nyerte. Hát, nem volt semmi. Ja. Fú. Hány pálya volt? 1, 2, 3, 4 és 5 pálya volt, és a 5-et buktuk. Hú, ez tényleg nem volt semmi. Szerintem attól függ, hogy hány pálya van, hogy hányan jutnak tovább. Igen. Mert ha sokan jutnak tovább, akkor ugye több pálya van. Mindig. Na, gyerünk! Remélem megint azt a szart adja első pályának, aminek a felén én nem tudok tovább jutni. Nagyon kíváncsi vagyok. És azt szólja te néve. Nem tudom, mikor bejöttek ezek a békás pályák, ezek annyira nem jönnek be. De azért nem jönnek be, mert béna vagyok. Hát nem a pálya rossz, hanem az én teljesítményem. Ezzel tisztában vagyok. Na, ez jó pálya. Majd meglátjuk. Már bejutsz. Ja, itt kell vigyázni, mert a pudingon lecsúszás után lyuk van. Igen. Na, gyerünk első sorból. Startolunk. Banya már nem. Ez az. Eddig nagyon jó. Eddig ne én is. Próbálok úgy helyezkedni, hogy lássam, hogy melyik fog kinyílni. Időbe. Oké, eddig nagyon jó. Itt a szélén elslisszolunk. Eddig a ritmus nagyon jó. Na, össze-vissza mentem. Na, nyílják ki, ez az... El se hiszem. Bent vagyok. Én is. 32. Azt a szavikkel. Bent vagy? Mi a fa? Hát nagy koncentrálás ment itt.
Még levegőt is elfelejtettem venni. Akkor hogy beszéltél? A beszédhez kifújni kell a levegőt. De akkor beszélsz, amikor veszed. Nem is tudsz. Kivéve, ha busman vagy, mert azok úgy beszélnek, amikor veszik a levegőt, nem amikor kifújják. Na? Na mi lesz? Adjál már valamit? Mit teszel, Szabika? Legelőször ezzel úgy átjutottam, hogy ihaj. És emlékszem, hogy valami máshol estem le, de még checkpoint előtt. Utána meg már semmikor nem mentél be. És utána meg az Istennek nem bírtam átjutni a lyukakon. Mármint ott, ahol ez a szögecses buzogány lenk. Ahol a guillotine van, az nem gond. A simán megvan. Na gyerünk. Még már úgy emlékszem, egyszer én is bejutottam. Itt. Talán. Oké. Okay. Jó, ez eddig nagyon... Nagyon jó. Jó. Éppen, hogy ne... Ez meg volt. És már le is estem. Igen, ez az én is leestem. Na megvárjuk, még erre jön. Úgy, itt a tömegbe elslisszolunk. Oké, okay. Nagyon jó. Tökéletes. Basszus kulcs. Puding, próbálj az enyém. Hú, itt hamar átütöttem, azt a rohadt. Ne! Oké, okay, eddig nagyon jó. Megyünk a Mikulás után. Várjál, még nem. Ez az, sikerült. Ki kell várni egy kicsit. Nagyon jó, itt a labdákat túléltük, és most jön a kedvenc részem, amit a legjobban utálok. Meg is vagyok, bent vagyok. Igen, én is úgy olyan tuka hara fejest ugrottam a lukba, hogy... Jaj. Ugrottam. Na jó. Hát igen, megint semmi meglepetés nem született, megint ugyanott estem le. Végleg. Legalább nem volt meglepetés. Majd egyszer csak beadolom olyan pályát, amin túl tudok menni. Surprise box. Szerintem csak akkor tudnál végigmenni a pályán, nem lenne rajta senki. Hát ha nem mozogna a pálya. Igen. Ez jó pálya lesz. Mire kell figyelni? Ja, izékra, nem? Jönnek a rinók. Ó, bassza meg. Ne! Az igen. Ezt nem is láttam még, ez olyan, mint egy aréna. De itt viszont vissza lehet ugrani. Vannak békák, meg izék. Hát, ha eltalálod azokat a trambulinokat, meg a... Vagy a ventilátor. De ezek nyomatják ezerrel. A három. Hát gondolom az a lényege, hogy ők próbálják kilökni. Akit csak lehet. Igen. Baszki. Hogy benn kell maradni. Még 27 másodperc. 25. Amikor dühös és egyből megy a Rino, nem ezt a egy helybe nyomja, akkor kell vigyázni, amikor így fut. Igen, látom. Hát meg lesz. De miért nem írja, hogy még mennyien vannak benne? Ez ilyen, nem számít, csak az idő. Csak az idő. Aha. Hányan estek ki, vajon? Tizen kiestek. Na, most be fog tölteni egy jó szar pályát. Azt a pályát töltsük, azt a... Amikor jön izé fölfelé a puding. Hú, de azt nem szeretem. Ó, ez easy. Pedig az úgy egyszerűnek tűnik, amelyiken jön föl a puding, csak... Ugye én akkor még nem tudtam, mikor először beadta azt a pályát, hogy ez olyan. Itt vigyázni kell, mert dobálja izét.
puffogtatja a narancsokat. Gyümiket. Elsősorból rajtolok. Rajt! Szurkoljatok! Hogy tetsz, jön itt minden, basszus! Szurkoljatok! Narancs, dinnye, minden, amit akarsz! Szurkoljatok! Ne. Jó, nem baj! Fú! Fát meg! Az igen! Ez mi volt? Ez a kurva gyorsan jönnek. De ezt jó tudni, hogy nem halsz meg, ha leesel. Tehát akkor nincs vége még, csak... Figyelni kell a röbb pályát. Jó, eddig nem gond, eddig nagyon jó. Eddig nagyon jól tolod. Mindjárt fönn is vagy. Ez teljesen jó. Ó, aha. Csak beértek. Hát igen, jól toltad, csak lassan ezek szerint. Hát már nem kellett volna leestem egyszer. Akkor lehet sikerült volna. Mindegy. Na menő. Én majd a 6 hónapon belül talán átlépek 12-esről a 13-os szintre. Ja, nem, most átértem. 3 pályát sikerült. Akkor jövőre leszek 14-es szintű. Mitokba pedig gyakorolhatna? Hát, figyelj, Banyol, az a helyzet, hogy én streamen kívül nem nagyon szoktam játszani. Nagyon ritka. Wine Rift. De mondjuk például azt kipróbálnám, hogy együtt játszanánk izéba. De más... Én de Immortal megvan már, mint friend a Wine Rift-be. Csak nekem is megvagy, csak az a gond, hogy másik izé szeróm vagy, nem? Igen, mert az O1G-be nem engedett vissza, pedig az európai szerverre van regisztrálva, és nem tudom, hogy csináltam. Lehet, hogy menet közben változtatták, mert már nem lehet. Csak ő adja a szervert, tehát te már nem tudsz választani. Mert nem engedi. De viszont partiba jelölni viszont lehet? Nem tudom. Ez jó kérdés. Ki kell próbálni. De most már másik karakterem van. Hogy másik? Már úgy mondom, hogy újat regisztráltam. Mert mondom, az O1G-sben nem tudok visszalépni. Ja, újat. Ja, akkor nem vagy meg abba a Wild Rift-be. Nekem. Mi ez a pálya? Ez nem ismerős. De mondjuk akkor ott hogy mehetne a stream? Úgyhogy be lesz közben kapcsolva a telefonon a DC-t? Vagy van benne izé? Nem. Beszélj. Számítógépen a DC-t bekapcsolod, beteszed a füledbe, és akkor a DC számítógépről, mert csak akkor az nem fog belehallatszani a streambe. Ja. Amit mi beszélünk. Mi ez a tömegnyomori? Tehát menjetek már! Az igen. Viszont tudod, mikor hallatszódik be? Nem tudom, feleveszi. Akkor, hogyha bedugod a fülest, és a telefonon a DC-t... Menjetek már az útból, hát! Telefonon a... Menjél már! Telefonon a DC-t elindítod. Beszéd. És az úgyis ott lesz a háttérbe. És akkor közben megy a játék. Az igen! Milyen... Azt a milyen pofont kaptam. Szerintem úgy... Ne, basszus, majdnem kiestem! Menj már innen, a hülye! Szerintem úgy... Állj már föl! Hát, bazd meg, mire föltápászkodok, addigra jön megint a lapát, azt megint kapom a... másodikat. Mert szerintem úgy viszont venné a hangunkat. Háttérbe menne a DC. Hát... Jó, csak... Most gondolj már bele, azért mégiscsak egy telefon hardware-ről beszélünk. Leterheled azzal, hogy megy a játék, streameled. És akkor még a DC is. És akkor még a DC is. Amikor amúgy is bugos még a stream. Ne, leestem, jó van. Hát mondjuk igaz. Hát akkor az csak gépen lehetne DC-t a stream. Oké. Áh, basszus kulcs, pedig már ott voltam a célvonal előtt. Ha igen, mert múltkor is... Valaki bejutott? Én bent voltam, nem? Akkor jó. Most azt nézem, hogy...
Aha, bent vagyok. Akkor csak úgy lehetne. Mert volt nekem, hogy kétszer bugos volt, egyszer lekapcsolta a streamet. A másik, máskor meg az volt, hogy a hang nekem recsegett. De a többi Wild Rift-nél viszont kurva jó volt a hang. Múltkor meg az volt a panasz, hogy túl halk a hangom. Nem tudom, a játék hangrét le lehet venni. Nem tudom. Ez mi az? Ezt se láttam még ezt a pályát se. Itt mit kell csinálnom? El kellett volna olvasni, nem dumálni. Nem, a Mikulás követem. Hát, ha valami ajándékot. Fruit. Menjél már! Mi ez a visszaszámlálás? Ja, hogy alul meg már izé van? Oké. Okay. Ó, hogy úgy ez ugyanaz, mint az a gyümölcsös cucc, csak... Már más. Aha. És utána még megint izé van. Följön. Mindenki följön, megy a visszaszámláló. És akkor utána rá kell ugrani, és ki kell válaszolni még itt a gyümölcsöt. Még nem hallották. Mit? Semmi. Mit nem hallottunk? Semmi. Szóval valami mocskolódás van a háttérben. Igen, valami volt. Csak nem tudjuk, hogy mi. Lehet addig jó. Biztos megint kell fürdeni. Már hiányzik azt, hogy megint mondja, hogy mennyi fürödni! Az a legjobb. Nem a rendőr, vagy a mentő, vagy a tűzoltó szól, akkor azt, hogy mennyi fürödni. De honnan tudod, hogy melyik gyümölcs lesz a nyerő? Amelyiket kidobta alul szerintem, amelyikből több volt. Mert ugye a másik ilyen gyümölcsválasztósnál ott mutatja, hogy melyik fog megmaradni. Egy pillanatra mutatja. 4500. Bejutottatok? Nem, én már kiléptem. Hát csak én voltam, szóval leestem. Oké. Okay. Milliméterenként halad fölfelé a tapasztalati csíkom. Nekem. Rajzolj még hozzá. Nem a Toy Story-ba volt ez a izé, ez a krokodil fej. Ezen mindig gondolkozok. De a Toy Story-ba volt. Tegnap annyira ismerős. Múlt héten vagy mikor, amikor nyomtuk, akkor is mondtad. És mondtad, hogy annyira igen. Ismerős, hogy nem a Toy Story-t. Valamelyik rajzfilmből, ja. Nézz azzal a bomba fejével. Ja, a krokodil. Na gyerünk, még 6 ember kell. Én megsimogatnák egy ja nem, mert 5 másodperc múlva mindjárt indul. Ha meg leszünk 60, ha nem. Aha. Én megsimogatnék egy krokodilt. Egyszer biztos. Utána már nem kéne többet. Ki kellett volna szedni a Dunából a szegény krokodilt, ott ment a Dunába, még tavaly májusban. Nem tudom, hogy került bele, csóró. Kiszedtem volna, hát legátúrról indulunk. Kiszedtem volna, az jó kis háziállat lett volna. Mondjuk az igen, az házőrző. Oké, okay, még átértük éppen, hogy... Figyelj, valaki betéved, rámorog egyet, már el is megy a emberke. Ó, persze, pont akkor kaptam a... Nem vagy? Na, gyerünk. De képzeld el, hogy bemegy a... Bemegy a izé a tolva... Bemegy a tolva az izéma. Nem fogok beírni, mert túl sokan vannak előttem, szerintem. Bemegy a tolva a kertbe, azt meglát egy krokodilt, az... Gyerünk, nem szabad finomkodni. Egyből menekül. Bent vagyunk!
azt a kurva 39-edik! Mindenki bent éppen van? Hogy. Na ilyen se volt. Hogy volt ma ilyen, hogy mindenki bent volt? Van attól, hogy szérik a krokodil, de annak nem ilyen feje van. Igen? Akkor nem tudom. A Toy Story-ban nem olyan feje van. Valami mesébe volt, az biztos. Az a... az a Szabi fájája. A csípés dél elején is volt valami krokodil. Ó. És annak is ilyen bomba feje volt. Talán a főcímdalba. Nem, most esküszöm, basszatja a csőrömet, hogy honnan a francból lehet ismerős nekem ez a krokodil. Tudom, idegesítő, amikor nem tudod, hogy ismerős, csak nem tudod a nevét. Eddig jó. Eddig jó. Első checkpoint megvan, mindjárt, most. Húha! Itt nagyon sokan vannak. Ujj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 
ne, basszus! Hát ez nem igaz. A Lexin én akarok menni, ahol senki nem megy. Láttad, Banya? De, persze, mert másik lesodor, basszus. Hogy ledobott? Oké. Okay. Megállás nélkül. Ez az. Nagyon jó. Fejfej mellett. Banya koncertet. Fejfej mellett? De, basszus, Szabikám, nem hallod? Banya a lukba. Banya koncertet tart nekünk. Oké, okay, hála az égre. Én most nem tudok oda figyelni, mert itten, mint aki tojásokon lépked. Baszki! Majd nem egy... voltam messze. Nekem 2 centi kellett volna. Hát... Abba barna krokodil van. Szia, Dorina! Ja, hogy azt nézted? Te most nyomozol? Hallod, Banya, én azt hittem, hogy te dúdolsz. Nem. Azt hittem, te voltál. De sem a... Ja, akkor a videó én... volt. Na, jó van. Ha. Itt leessél le. Hát, még a balúkapitány az egyetlen ötletem, hogy abba lehetett még, de már más ötletem nincs, hogy mibe lehetett még ez a krokodil. Balúba biztos nem volt. Felnézem. Fehér cápa. Azon izé notebook hűtőmnek a neve, hogy fehér cápa. Fajtság. Már csak a big hiányzott róla, nagy fehér cápa. Lehet így szórakozni, hogy elmész a lyukhoz és gyorsan hátra húzod, aki előtted van, hogy vigyel az a panel. De hogy lehet, hogy le. De hogy rá van írva a notebook hűtő, hogy gaming only. Persze, hát nehogy már ezért sörhűtésre használd, az játékra van. Játékra van, nem sörhűtésre. Sörhűtésre. Tudod, ráteszed a... óvatosan. Ráteszed a sört. Ne van óvatosan, ugorj! Ugye, ugorj! Nagyon ügyes. Csak az a baj, hogy aha, látom, hogy szivat, mert egy-egy gyorsabban jön egymás utána. Igen. Ez az. Hú, még fél perc. Baszkim, annyian vannak, hogy már Sandit nem is látom. Csak a piros izék. Ott egy galamb is. Szarik mindenre. Ez már a vége lehet, mert most már nagyon... Most már nagyon. Szivatósan jön. Vigyázz! Rendesen már én Ne! Hát, basszus! Ne már! Az utolsó másodpercben. Várjál, most bent vagy nem? Baszd meg!
egy másodpercen múlott minden. Á, nagyon keményen küzdött. Á. Sincs krokodil, ott farkas van. Oké. Mi van? Mi van? Mi van? Menjél fürödni. Azt találjuk, próbáljuk meg, azt próbáljuk meg kitalálni, hogy ez a krokodil melyik mesébe szerepelt. Az krokodil? Az igen, az krokodil, képzeld el. Hú, bajok vannak. Ajaj, bajok vannak, nem látják szemüveg nélkül a krokodilt. Hát... Maja, megyünk játék közbe. Igen, az ott a krokodil feje. Na látod? Most jobban látszik, hogy esünk befele. Ott van, nézd csak. Ugye ez melyik mesébe szerepelt? Azt próbáljuk meg itt. Igen. Melyik mesébe volt az a krokodil? Oké, ennyi volt. Mi? Nem szokott mesét nézni. Kirőlt belőle, igen. Hát én is, csak homályos emlékeimben még azért élnek. Viszont tudom, hogy a következő meccs előtt, na ezt lenyomjuk, jutok, ameddig jutok, utána hozok ide magamnak valami piálni valót, mert kezdek szomjas lenni ettől a sóspresszől. Hát, a sóspresszől nem is kétlem. Miért, mitől kétled? Istenem. Miért nem édes, miért nem édespelecet eszel? Szedd le róla a sót! Ja, leszeded róla, lekapolod! Az a baj, hogy nem rá, hanem bele van sütve. Ja, hát akkor... Akkor mindig. Akkor ez nem igazi sósperec. Hamis. Kamu. Hát, nem merem elkiabálni, hogyha nem löknek le, akkor ez talán menni fog, de nem merem elkiabálni. Kopog le még gyorsan. De végig csinálod és kész. Rögtön úgy indult, hogy nem jó irányba indultam, nem baj. Gyerünk! Ajj. Első checkpoint meg volt, eddig nagyon jó. Előttem valami paradicsom szóró fejű megy. Paradicsom szóró. Hát de úgy néz ki. Jó, nekem, okay. Nekem a hotdogos kéne. Ajj, vigyázzat! A hotdogot véletlenül lerántottam, sajnálom, szegény. Szegény. Előttem megy egy krokodil. Az én vagyok? Nem tudom. Áp, ez mi volt? Jó, kiest, vagy leestem. Aja. Oké. Passz meg! Eddig jó. Ne! Nem tudok beírni! Passz meg a fúzik mocskos kalapácstól! Hallod? Hárman egymás mellett ott voltunk. De már! A buzi kalapácson ott voltunk mind a hárman, azt nem tudtunk átszenni. Téged leütött, én röhögtem, hogy na most téged leütött, én átszaladok, utána engem vágott pofán, ahogy én elestem, téged lefejeltelek hátrafele, és utána láttam, hogy Szandi jön. Nagyon jó volt. Ah, én meg nem... Jaj, elfelejtettem ezt képet nyomni. Én is. Picsám, mind hárman tessék. Le se tagadhatnánk, hogy egy csapat vagyunk. Az biztos. Na most már lehet ezt képelni. Egyszer, hogyha majd, ha csak három pályán túlélek, három pályát, akkor én már boldog ember leszek. Eddig kettő volt a rekord.
amin keresztül tudtam ütni egymás után zsinórba. Hát ja. Amúgy te lány krokodillal vagy? Drágmester. Milyen lány krokodill? Hát mert rád várunk, csak azért. Na, én most így válaszgatok ilyen színeket, meg izét. Ja. Arra nem volt, hogy elmész shoppingolni. Most csak elmentem shoppingolni. Tessék, most már igazi lány krokodill. Dr. Bubó. Azaz. Mi is fog? Nézd, Holgerson kéne. Csóval ja. A Mártól út. Ja, meg a Mártól út. Meg a... Hogy hívták? Smöre? Ja, azaz. Tényleg a Doom Guy-t azt mikor teszik vissza? Azt kéne megvenni. Micsodát? A Doom Guy-t. Ma az is benne van. Ja, Doom Guy. Hát nem tudom. Ha a Doom Guy-jel akarok lenni, akkor a Doom-mal játszok, szóval. De milyen érdekes, hogy a Doom Guy-jel itt ugrálsz a kedvenc pályától. Szereted ezt a pályát, nem? Nem szereti, én úgy látom. Én úgy látom, hogy nem szereti. De szeretem, hogy rohadjon meg, aki kitalálta. Nem láttátok az arcát. Nem. Addig jó nekik. Majd megnézem. Hanyadik perc? Egy óra. Pont. Egy óra, igen, egy 10-12 másodperc. Oké. Okay. Akkor már megnézem. Eddig jó. Majd még ez se olyan veszélyes, majd az én közepénél, basszus. Onnan közepre nem tudok meg tovább is volt. Menni. Na állj már meg valamelyre értelmesen. Basz meg. Na itt, innentől kezdődnek a problémák. Ön elfogyott a lendület? Ennyi volt. Hetedik meg bent vagyok. Nekem ez olyan easy, nem tudom, hogy milyen. Vagy nekem van hozzá érzékem, vagy... Egyszer nem is látom már, hogy hova pattanok, mert... Yes, a felén túl jutottam, úristen! Bori, és most föl! Azaz! Szívem, az a kettő ott fönt mozog. Úgy kéne megcsinálni, hogy pont rá tudja ugrani. Gyerünk, Szabi, gyerünk! Úgy! Elén. Mennyi oldalt? Oldalt! Ne középen, mennyi oldalt? Úgy. Oké, okay. Eddig jó. De nem fogsz beérni. Pedig, már biztos, hogy pedig nem. Jó lett volna. Hát eljutottam konkrétan a cél melléig. Ja, szand is. A felénét úgy jutottam. Ez már haladás. Na. De közelebb végig kéne érni. Csak jó lesz ez a pálya, akkor már. De nagyon hamar bent vagyok enni a pályánál, nem is lehet. Lehet, hogy még rá kell jönnötök az érzékre. Érezzétek a pályát. Jaj, ne! Már megint ez. Jó, itt lehet segítséget kérni, hogy melyik gyümölcsre ugorjak. Én érzem a pályát, érzem, hogy szart, mármint nekem. Ja, érzem, hogy szart. Na, ott a közepén, ott egyszerűen ott rengeteg időt elvaszok, mert
Oké, itt kapok segítséget. Melyikből van a legtöbb? Mána, kettő mána. Mánának tűnik. Nem jó, hogy itt tömegbe állsz. Figyelj, de... a málnának kék volt a körítése. De ez miért? Hát a kókuszból volt kevés. Hát, nem értem ezt a táját. Ez ilyen rang. Számít valamit a szín? Az, hogy milyen szín van a gyümölcs mögött. Mert hogy a málnának kék volt, a kókusznak meg sárga. Hogy számít-e valamit az a szín? Azt hiszem, ez a rohadt izé nem mutat semmit. Az a poszter. Most kék hátteres gyümölcs maradt, nem? Valahonnan biztos, hogy tudni kéne. Na jó, mindegy. Biztos, hogy valahogy meg lehet tudni, hogy milyen gyümölcs fog maradni. Hát ez az. Na, következőnél hozok magamnak kaulát. Most már nem állok föl, majd legközelebb. Kaulát? Úgyis én eszek kilak hamarabb. Mi eldöntötte? Én ready vagyok. Én is már mióta egy perce. Ez meg a... az én figurám meg arra a PS játékra emlékeztet, aminek... De jó. Már is megyetem, mit akartam mondani. De jó. Jó az a pálya! Ez a legjobb. Szerintem bemondod ezt a pályát. Szerintem ez direkt, hallott? Igen, azt akartam mondani, hogy most direkt az én kedvemért szivat. Pedig elvileg véletlenszerűen adja a pályát. Azért, mert biztos megnézték a streamet. Tetszik neked a pályát, mert tegyük be még egyszer. Basztos, hány játékot játszottunk eddig? Mert körülbelül 2 vagy 3 játékban nem volt eddig ez a pálya. Igen, a több, vagy tized biztos, vagy tized, hetten, 6-ot biztos nyomtunk. Most leestem úgy, hogy én elszúrtam. De jó, most meg a tömegbe megyek. Bazd meg, nem látom. Kezdődik. Easy, megvan. De jó neked. Én még most még a felé is jutottam el. De már előttem tengleng az a hülye, és nem tudok normálisan ugrani, na végre. Jó, nagyon jó. Bent vagyok. Nem. Jól van. Én szerintem ezt elengedem. Ez az még teljesen, mire végre fölbírnék ugrani középnek a közepén, addigra leesek.
Na. Most balra ugorják. És sikerült. Mi? Föl? Azaz. Azaz. És jobbra. Az a baj, hogy a 70%-ában nem látom a kamerát, hogy merre van a karakterem, mert a falon túl van a kamera. Azt így rohadtul nem lehet. Pedig már kezdesz jó lenni. Már nagy része megvan. Már kezdek, már ilyen 40 év múlva talán tényleg lesz belőlem valami értelmes kezdő. Hát ezt nem hiszem el. Pedig majdnem. Ez az, na, menj oldalt, oldalt, oldalt. Checkpoint. Szélén, menj a szélén. Úgy, úgy. Csak most már nem fog. Egyesével. Úristen! Gyerünk jobbra, azaz. És bent van! Menjél. Ne! Utolsónak. Gratula! GG! GG! Fall guys, Fall guys, pro player! Megkaptad a Fall guys, pro player izé címet. Úristen! Hát ezt nem gondoltam volna. A 0-9 perckor följutott, Szabi. Ja. Ennek körömére másik békás pályát ad. 0-9, 1 óra 0-9, oké. Mi a jegyzet ez? Ah, hogy hol kell megnézni. Új, te ízzékat kell gyűjteni. Atokat kell gyűjteni, hogy melyik pályán jutottál fel hamar. Gyűjtögessük. Basz meg, ellopják az összeset. De ez a fű, ki kell lyukasztani a izét? Nem, bele ezt a buborékot, és akkor még ki is kell venni belőle a cuccot? Nem, megkapod a cuccot. Egyet kiukasztottam, és nem kaptam lófot se. Na. Oké, okay, egy már van. Na jó. Bazd meg, ennek az ugrálósnál lopják, mint a kurva élet. Ott van fönt. Oké. Okay. Szerintem megyek máshoz. Jó, a box gépesnél összeszedtem 11-et. Jó van. Nagyon jó. Nem 12 van meg. Jó, nekem 17, akkor még jobb vagyok, mint te. Isten. 15 kéne, nem? Az ugrálósat ezt teljesen itt hagyták. Most adott egy párat. Azt nem érem el. Oké. Okay. Bazd meg! Oda, oda, vízhez. Megvan. Megvan. Megvan a 26. Utolsó pillanatban. Nekem is. Ja nem, 14 a 15-ből. Bocsánat, 26 kvalifikált. Akkor... Én most vajon túljutottam, vagy nem? Nekem megvan. Pont, hogy megvan. Nekem a 14 van meg a 15-ből. Azt nem tudom, hogy jó-e vagy nem. Elvileg nem. Jaj, ne! Hogy nekem 17 is? Hogy lett nekem 14?
Hát érdekes. Na megnézzük, hogy itt te vagy velem. Ja. Ez jó pálya viszont. Elméletileg. Csak a vége máshogy néz ki. Nem sajnos. Vagyok itt. Nem vagy? Nem vagyok itt. Nem. Hát mindegy. Ezért újítottak. Basszus pedig ott már csak egyet kellett volna, akkor összeszedjem. Na mindegy. A legnehezebb pályán így is újítottam, ami nekem a legnehezebb, úgyhogy egy szabam nem lehet. Majdnem fagyos lett. Ne, baszki! Hát ez már fagyos volt. Ennyi volt, lecsúsztunk. Ja, és akkor ki is estek, mi? Az olyan pálya. Na basszus, kár. Na, hadok magamnak inni most. Na, oké. Maugli, vagy milyen? Maugli. Na, kitaláltam, nem is kólát hoztam, hanem vizet. Nem is akár miért. Ez itt a reklám helye. Fidzsi. Fidzsi? Hát nem olcsó víz ez a Fidzsi. Sőt, majdnem az egyik legdrágább, viszont nagyon fincsi. Ízesített vagy milyen? Nem, semmilyen. Bubis? Nem. Sima víz? Lala ebből kiválogatta a bubit. Jó van, vagy a mennyi fürödni, nem? Nem, ez most teljesen más. Te miért írták oda a zárat? Olyan finom, hogy mellé gyertem. Vágj, hogy csúlgatsz. Na. Na, csak sikerül megfulladni élőadásban. Hát csak ott van az lára. Azon gondolkozok, hogy mit zabargálsz neked holnap, vasárnap? És? Vagy illetve már ma? Hogy nem? Vagy holnap? Nem, holnap van vasárnap. Nem, mi van? Na, hát nem, nincs meló. Nincs iskola. Azért mondom. Strandra megyek. Ó. Oh. Pest Erzsébetire. Az igen. Holnap jó idő lesz? Ha? Na, az jó. Nem is tudtam egyébként, hogy ott is van strand. Ez ilyen gyógyvizes, sós, ez a Pest Erzsébeti gyógyvizes, sós fürdő, tehát ilyen gyógyfürdős része, de van külső strand. Ami sós? Ami sós, igen. Aha. És gyógy. Gyógy is. És Pest Erzsébeti. Most próbálja feldolgozni adatokat. És fürdő. Igen. És fürdő. Oké. Okay. De van masszázs is. Meg van iszappakolás is. Az is sós. Nem sós. De gyógy? Szeretem sós. De gyógy? Jó, van, induljunk meg. Pest Erzsébeti? Nem, Csepeli. Csepeli bicikli. Egy Pest Erzsébeti a Csepelen, vagy egy Csepeli, aki Pest Erzsébeten van? És melyik? Jó, okay. Le is estem. Eddig, jó, eddig most direkt nem ökörködök, mert annyira koncentrálok. Neked volt Csepeli biciklid? Érte.
Nekem? Jaj, basszom. Azt a kurva, de nagy mákom volt. Igényfeje. Jó, most már nem. Azért nem tartok örökké a szerencse. Hát ez szép volt. Egy versenybringám volt, ami csepel volt, amit az első fizetésemből vettem. Kifordul a karakter magából. Az jó, az komoly. Na, állj már föl! Oké, úristen. Gyerünk. Basszus, majdnem beértem. Én se értem be. Pedig közel voltam. Pedig ez egy egyszerű pálya, még nekem is. Hát... Hát tényleg ezzel a pályával úgy semmi baj nincs. Nekem legalábbis nem volt semmi bajom. Na mindegy. Az a baj, nekem volt egy csepeli biciklim. Sajnos nekem túl gyors volt. Egy bicikli hogy lehet túl gyors? Hát alig bírtam... Bicikli olyan... Alig bírtam azt a csepeli biringát, tehát tudod milyen ez vékony kereke volt? Szomikám. Fú, ez úgy ment, mint a veszedelem. Hát mondom, az a elütnek, vagy valaki... Tudom, valaki a versenybringe. Valaki belé, az is olyan volt. Belém jön, vagy valaki kijön a sarokról, mondom, annak ott nem csak neki lesz vége, hanem nekem is. 3 centi széles volt a kereke a guminak a nyomtáva. Olyan... Hát ez sport, versenybicikli. Még az a régi, az a olyan kormánya volt, tudod, mint a kosnak a szarva, ez a csavart lefelé. Ugyanolyanom volt, a csavartos, igen. Én imádtam. Hát az volt olyan, hogy elindultam biciklizni nagyanyámtól, Vecsésről, hogy megyek valamerre. Nem tudom, csak így gondoltam egyet, hogy megyek valamerre. Azt akkor következő képviszté Kecskemét. Odáig letekertem. Kiskunfél egyháza. Ilyenek. Szerettem annak idején tekerni, de már nem bírnám. Nem magát a tekerést, tehát nem a lábam a gyenge, hanem az, hogy olyan sokáig kell ülni, hát attól én megőrülök. Tudod, van ilyen biciklis alsógatya, olyat kell felhúzni. Hát nem tudom, maguk ezek az ülések, a bejött divatba, tudod, ez a rohadt hosszú ülés, olyan, mint a Dobermannak a feje, ilyen hosszú, mintha óra lenne. És rohadt kényelmetlen, és a régiek azok... Jézus, amit tesz, az lent vagy fönn? Én lent megyek. Úristen. Jó, megyek lent. Hú, az meg itt öröknek a kalapácsok. Meg a békák is. És az jó valamire a béka? A brekek. Ja. Az mind? Akkor biztos hasznos. Jó van. Csak elcsitottam ezen. Gyerünk. Próbálok, csak inkább próbálok lassan menni, de megfontoltam. Köszönöm. Oké, leestem, de nem tudom, hogy hova. Most ilyen gyümölcsöket lőnek rám. Ma megérkeztem a rinókhoz. Megvannak a rinocéroszok. Ott a lent vagy? Fent. Jaj, tudom már ez melyik pálya, nem esett lát ez a csúsz, de itt ahol a végén izé megszivattak. Állj már föl! Bent már jó. Megint! És megint a végén. Nyilván csúszdázni. Mindig ott a csúszdánál szívtam meg, tudom, múltkor is. Most már leesett. De a feléig leírottam, csak attól a forgószartól nem jutottam tovább. Itt van egy izé, egy... Milyen rénszarvas? Hogy hívják a rénszarvast? Rémszarvas? Mire gondolsz? Ez a télapósra. Még elfelejtem. Gyorsan akartam. Annak több rénszarvasa is volt. Gyorsan akartam mondani. Ja, a Tudor, Vidor, Habci... Döm-dö-döm. Nem.
Ont, kont, tass, huga. Tudolfra gondolsz, nem? Az Gandalf, nem? A Rudolf az a Peti, Rudolf Péter. Akkor melyikre gondolsz? Az na, na, Rudolfra gondoltam, Rudolf a rénszarvas. De van ott tátós is, meg füstökös is, melyik rénszarvasot akarod? Üstökös. Háú. Fú, az volt a legszerebb, amikor suliba jártam, általánosban, ötödikes voltam. Hát annyit nézek, véletlenül dobják a hógolyót, röpül, azt tökön talált. Fú, mondom. Ott helyben összecsuklottam. Jön a tanárnő. Mi bajod van, rosszul vagy? Hát mondom, eltaláltak a micsodámat. Fú, mondom. Fú, de szar volt, baszki. Én csak ötödikes voltam. Hányadik vagy? Á, még sem, igen, bent sem vagyok. De már ketten beértek. Végénél vagyok. A melyik végénél? Istenem. Ó, hát még nagyon messze vagyok a végétől. 16, 17, 18, 19, még 5 hely van, 4, 3, 2, 1, vége. Hát ez nagyon gyors volt. Ennél a pályánál soha nem jutottam át. Egyszer se. Szerintem nagy szar ez a pálya. Na én ezt a pályát utálom, és tudom, hogy nem... Hódzélet tudom, hogy itt nem jutok be. De az a röhelyes egyébként, hogy... egy csomó... olyan pálya van, ami hót egyszerű... És nem jut be. Pont egyszerű résznél nem jutok tovább. Ez az. Ezt mondom. Ez milyen érdekes. Na közben eszembe jutott a figurám, a Nathan Drake-re hasonlít ezzel a szereléssel. Ez az újatlan kesztyűvel, a fejpánttal. Nathan Drake, nekem miért ismerős ez a név? Na azt akartam mondani. Hogy nem az Uncharted-ból? Hú, azt is ki akarom tolni, megvan mind a négy része. Csak a négynek a kiegészítője nincs meg. Azt jó lesz kitolni. Igen, az aranyiránytűt. Csak az aranyiránytűt nyomtam, az volt az egyetlen, ami megjelent Vitára. Igen. Hát jó volt. Az a négy rész, az rohadt hosszú lesz, főleg a kiegészítővel. A kiegészítő az nem is drága. 3500 forint, 4000. Azt is külön meg lehet venni, ugye, dobozosan, PS-re. Hm. Hú, mondom, egyszer neki kezdek a négy résznek, mondom, az lesz vagy két hónap. Szarabb esetben 3 hónap, okay, még kitolom azt a négy részt. Á, jó van, rögtön esés. Úgyhogy ha abba belekezdek, akkor csak is azt fogjuk nyomni. Na, megint. Oké, akkor most már talán megpróbálhatnánk ugrani is. Ma tetszik a banyának is. Ugye, banya? Igen. Jézusom. Na. Vigyázni kell nagyon. Persze, nem tolnál ki, bazd meg, és átugrik a másik oldalra, én meg leesek a picsába. Oké, jó, fasza. Fasza, jó, állsz. Nem baj, még hogy 50-szer leesek, aztán... aztán már vége is van a játéknak. Ja. Nem áll, hát fasza. Á, fasza meg. Nem áll. Visszadob. Na, rezgett az órám. Megint. Jó, oké, okay. Egyenesen kéne menni, ezt lecsúszok. Na váltsák, te baszd meg! Hogy a fántom. Na, jelenleg az utolsó helyet karcolom, nagyon jó. Eddig. Változatosság kedvéért, most jön a fényhidas
Okosság, oké, okay, nagyon jó. Élén szaladj. És ugorj. Ugorjak. Élén, igen. Ennyi. Ugorj. Oké, okay, akkor gondolom te már bejutottál. Nem bírnak magukkal. Oké, okay, nagyon jó. Na és akkor most kell itt a... Ez az, aminél megszoktam csopi, szívni. De Dersi napos csopi. Barni. Amúgy érdekes, mindig akkor írkálnak rám többen, amikor streamer. Ha nem, akkor semmi. Akkor nem jön semmi. Akkor csak a, akkor hát csak, az, akkor csak a szabító jön. Akkor elmondom neked, hogy amikor egy darab WC van a házban, mindig mindenki akkor akar menni WC-re, amikor te elmész. És ez milyen igaz amúgy? Ki van bent? Ennyi, ez tapasztalat. Szabi, bent vagy? Nem. Nem? Nem. Nem. Na, töltse be nekem a békás fejet, az nekem easy. Na, töltse már be. Úgyse azt kapod. Megkapom a izét, a puding próbáját, amit utálok. De ott se jutottam be még egyszer se. Na. Na, ez az, ahol nem végig kell menni, fönn kell maradni, ugye? Uh-huh. Ez a maradj fönt kategória. Kezdődik. Ja, és még jönnek a gyümölcsök is. Ja nem, itt csak a gyümölcsök jönnek, nem? Ja nem. Oké. Okay. Nem. Még ugráljál is közben. Itt elbújtunk a gyümölcstől. Ott van egy lajcsi. Ennyi már. Egy ilyen majom jelmezes. Hát jó megfejjelt az öcsém. Hát ennyi volt. Ez shit. Ezt kaptam. Na és a Devo úr az hogy tetszett? Megnézted tőlünk? Benéztem. Patrikkal sik... Hát én még várok vele. Patrik... Én még várok vele. Ja, jó. Patrikkal hogy sikongattunk, mint egy malacok, akiket most vágnak. Most felövödítottam Patrik is. De ez a hülye akkor vett ész, hogy ott van, amikor két másodpercre már elkezdtem futni. Jobban néz ki sokkal, mint a falcmó. Amúgy igen, azt mondom, milyen érdekes, mert 4 eurós játék, azt ilyen jó grafikája van, mondom, mi a fa? De most már a Fazmóban is jobb lett a grafika. A karakterek is máshogy néznek ki. Nagy frissítés volt ez most a Fazmóban amúgy. Ez a múltkori. Next Gen patchet kapott? Aha. 3? 5 gigás patchet kapott? Vagy 3? Hát egy... Mit, mi, mikor kapta meg ez? 2 hete vagy 3 hete? Ha jól tudom, 3 hete kapta meg. 3... Ja, 3 hete. Azért már, mondom már tisztára máshogy néz ki a játék, mert van 2 új szellem, van más cuccok, a pályák is máshogy néznek már ki, szóval a szobában azt hitted, hogy az ott van, az nem ott volt. És most már a kocsi is szólalhat, a sziréna. És meg kell keresni a kocsi kulcsot, meg bevinni, meg ilyenek. Mm. Most már azért már újítottak rajta, úgyhogy... Majd mehetünk nyomni akkor. Na melyik töri? Eddig jók vagyunk. Eddig jó. Majd frissítsd le majd a fazmót azért majd. Oké. Okay. Gyerünk. Jézusom, mi ez a tömeg? Tudod, hogy néz ki ez a tömeg, mint a izé? 4-es 6-os villamos, izon. Nem, mint a World War Z-be, amikor jönnek a zombik kb. Tényleg vagy ott.
De nekem a 4-es 6-os villamos ugrik be róla. Amikor az meg elfűnni se tudsz. Jó, én bejutottam. Én meg nem. Na basszus. Na. Hát ez most így sikeredett. Pedig csak szóval ilyen sem volt még. Hát ilyen sem volt még. Hogy ti ketten tovább istok, én meg nem. Szerintem mind nekem ez volt az utolsó pálya, amint újítottam. Ez a végigmenős vagy a megmaradós? Ez a végigmenős. Oké. Okay. Na gyerünk. Gyerünk. Oké, okay, megvárjuk, hadd menjen el a tömeg. Most megmondom össze, hogy annyira nem szaladok én, hadd menjen el a tömeg. Teljesen jó. Majdnem. Jó, leestem. Nem gond. Gyerünk, ez az. Oké. Oké, okay, megvan a második checkpoint. Ez meleg volt. Ázni. Oké. Okay. Gyerünk. Gyerünk. Szia, Darkstar! Üdv még okay, egyszer neked. Oké, mindjárt megvan. Ó, megvan a utolsó checkpoint. Már csak itt gyerünk, kell bejutni. Gyerünk, már nincs sok hátra. Szóval mikor már bejutsz? Bejutsz, akkor rohadt jó vagy. Menj már innen! Gyerünk, gyerünk! Hát nézd meg a gyerünk. Rohadék! Hallod, megállt előttem, azt visszatogott. Hallod, most nagyon jó voltál. Top 10 benne vagy. Ezt hogy csináltad? Hát eleve megvártam, hogy elmenjen előlem a tömeg. Jól tetted amúgy. Közben ránéztem a... Vigyázz, Szandi, a végén ott van egy ilyen boxoló akárki, aki rohadékben beáll eléd és fog. Na bazd meg, akkor vigyázzál. Ugor, jó. Ott van az, ami ott van elől. Azt került ki. Nem baj, még jó vagy, még bőven jó vagy. Van még 5 másodpercet bejutni. Á. Rip. Mi történt, gyerekek? Hogy mi az, hogy csak én jutottam tovább? Nem tudom. Hát de én ebben a meccsben nem is voltam benne. Én már az előzőbe kiestem. Hát azért mondom. Talán meg lesz a... harmadik pálya jön és én jutottam csak tovább. Mi történt? Talán meg lesz a harmadik pálya? Nem hiszem. Mi a helyzet, Darkstar? Hányan jutottunk tovább? Na, adjál már valamit. Mondjál valamit, hogy vagy, Mizu veled. Mi van a hétvégén? Ez melyik, ez a hajós? Nem, az a maradjál, maradj rajta. Nem, Libikóka, Libikóka, jönnek a lövések és maradjál fönt. Oké. Okay. De ez nekem easy volt, vagy nem? Hát jó, neked. Én még sose voltam ezen a pályán. Akkor Libikókát amúgy is szereted. Adja lényeg, nem szabad nagyon messzire menni a közepétől. Ja nem, csak ilyen... Oké. Okay. Volt ilyen... Ez gyors volt. Ha megnézed a... Hát ez gyors volt. Megnézed a követők számát, volt egy botos... cucc, csak azért tettem be annyira. Igazándiból. Eddigi Fall Guys-os legjobb teljesítményemet most nyújtottam. De az is volt, úgyhogy nem is volt.
Oké, valami Jungle Champion lettem. Mi a helyzet? Ennél nagyobb úgyse nem lesz, csak akkor, hogyha izé... Hogyha valami olyan host jön. De az csak addig lesz. Na, ez tök jó. Gondolkoztam egyébként poénból, hogy mikor mentem a második oltásra, ugye maszkba kell bemenni, hogy a Ghost of Tsushima-s maszkomat veszem fel, és abban megyek be. Nem, mi van Ghost of Tsushima-s maszkod? Hát az a Fosi mesteres, azt mondom. Ja? De abban kellett volna bemenni. És vitted volna a katanát is, nem? Na, valószínűleg eljutottam volna, hogy három lépés mielőtt fejbe lő egy rendőr. De várjál, nem is lehet poénkodni. Nem áll. Hát fuck, lehet poénkodni, csak ugye mindennek következménye van. Mindent lehet. Hát de nem áll, hogyha mondjuk egy... Akkor is és ha mondjuk április elsője bolondok napján valami ilyesmit csinálni. Nem itt áll. Nincs ilyen. Itt Halloween van, de ott is észre. Hát szívem, akkor Amerikában nincsen humor. Úgyhogy a humort azt el lehet felejteni. Ne, van, csak más jellegű. Hát de mondjuk bemész egy hamis katanával, ami műanyagból van, nem van már rendőr meg fog izélni. Hát elvileg mi a francot keres nálad egy műanyag kart, hogyha bemész egy boltba. Már így kezdődik. Figyelj! Otton is ráfoghatják ám simán, és igazuk lesz, hogy fegyvernek látszó tárgy. Ja, fegyvernek látszó tárgy, az persze. Basszus, hát de szerintem a Tesco még a biztonság is le fogja szólni. Ne lökjél le, rohadjál meg, banán! Banya, mi a véleményed? Banáról? Banán vissza lelökött. Az izéről a... Menjetek már innen, úgy utálom a katanával a izém, a Tesco-ba. Persze, műanyaggal. Úristen, basszus... Hát, ha látszik rajta, hogy műanyag, akkor... Na, mindegy. Ezt mondom. Hát igen, elvileg nem, de... Elvileg nem lehet baj, de mégis. Hát, de mondjuk mindenhol más a törvény, ez a izé. Mindig, ha mész valahová külföldre, mondjuk... Jó, hát mondjuk, nem csak az, hogy jó, a törvény, mondjuk, hanem az, hogy... Jó, mondjuk most itt szomszédos országban nem nagyon lesz változás, de mondjuk azt elmennék Ausztráliába, akkor meg kéne néznem, hogy ott milyen szabályok vannak, mit, okay. hogy szabad. Vagy ha Amerikába, igen. Mit, hogy szabad. Gyerünk! Jó, nem baj, akkor jövünk erre. Menjél már! Tényleg, Ausztráliában nincs is tél, nem? Ott tényleg 20 fok van. Hol? Ausztráliában. Hát, ott is, ott sem mindegy, melyik részeken meg. Hát van ám olyan sivatag, ahol éjszaka is hideg van, nem kell ahhoz, hogy izé legyen. Hú, ez jó. Tél legyen. Bár sivatag az milyen fura, hogy ha süt a nap, akkor rohadt meleg van, ha nem süt, akkor meg hideg. Ezt nem tudom, meséltem-e már neked, hogy a beduinok mondják, hogy a sivatag énekel. Igen, a homok énekel, amikor fújja a szél. Énekel. Nem arra mondják, azt hiszem, hanem úgy van, hogy ugye éjszaka rohadt hideg van. Ja. És igen, lehűl a homok. Aha. És nappal, amikor föl kell a nap, nagyon hamar, nagyon hirtelen és gyorsan melegszik föl a hőmérséklet, és akkor felforrósodik a homok megint, és amikor este lemegy a nap, és megint elkezd lehűlni az időre rohadtul, a forró homokszemek szétrobbannak. Minden homokszem. A pont azért, hogy nagyon forró és nagyon lehűtik az idő a homokot. És ezt a hőtágulás miatt, az a pici homokszem, az még jobban szétporlat.
És ennek egy homokszemnél nyilván nem hallod a hangját, de képzelj el egy sivatagot. Ha, ott biztos. És annak már van hangja. Annak biztos. Ki jutott tovább? Arra mondják a beduinok, hogy énekel a sivatag. De akkor Erünk. Is énekel, amikor elindul a homok dünéről le a homok, akkor is énekel. Aha, azt nem tudom, mert én nem nagyon voltam még. Én sem voltam, csak volt egy ilyen műsor erről. Ne, nyilván. Na, igen? Milyen műsor? Hát vagy a Discovery-n, vagy a nem tudom melyik csatornán. Hát mi ez az izé? Ugrálgatós. Okay. Megindul a homokréteg, ilyen homoklavina alakul ki, és akkor énekel, és ahogy megy le a homok, úgy lehet hallani, mintha énekelne. Aha, érdekes. Persze, kurtam, jó van. Bent vagyok. Meg akart fogni a hülye, ezt a kalapács bevitt engem a célba. Izé. Viszont lapföldre is elmennék. Aha. Ezért a házfikot húzzanak meg engemet a izé szánkón, vagy min. Basszus, éppen hogy nem jutottam be. Benne lennél, nem? Színom. Házfik húzzanak a szánkon. A szánon. Ja. Ott legalább van hó. Igen, ott van. Na itt nálunk olyan... Tél már nincs is már nálunk. Hó sincs. Egy évszak sincs, nem hogy hó. Hát ez az. Két évszak van, az... Hello. Ennyi. Van egy ősz meg egy nyár, azt ennyi. Ez mi farokfogó megint? Nem, közben lekapcsoltam a hideget, itt nem, most már tényleg hideg. Szépen, fogd már meg a... Izé... Kap... Azaz, forog. Fogd már meg, de kap már őket! Igen. Igen. És akkor neked lesz farkad. Szép is lenne. Hallod? Ha lekapná. Az az igazság, hogy... Baszd meg! Visszalopta! Jó jegyet meg, szóval... Szandi, jó jegyezd meg ezt a napot, mert ez az egyetlen egy olyan nap az egész kapcsolatotok idejébe, amikor a pasid mondja azt, hogy nyugodtan fog meg más farkát. Ja. Ne, engem el akar fogja a farkamat! Segítség! Ne! Ez nagy gecipálya. De figyelj, marha egyszerű, mert az a lényeg, hogy a többieknek mindig háttal legyél, hogy ne lássák, hogy nálad van a farok. Jaj! De nem, már ellopta! 10 másodperc! Ellopta! 5 másodperc! Jó, hát 3 pontunk van. Akkor tovább jutottunk? A sárgák nem jutottak tovább, ott van valami felkiáltójel. Tovább! Hogy várjunk? Zöldek voltunk. Igen, tovább jutottunk. Oh. De ez a pálya se volt még amúgy, hogy négy szín van. És amelyik többször el... De itt nem is az volt lényeg, hogy nálad legyen a farok, hanem az, hogy több farkat fogja. Hát igen. Nem áfingottál? Szerint ez a lényeg. Ha, ez meg ide púzik, azt ide tolja nekem, hát nem hiszem el. Hogy érez a törődést. Érzem a törődést, anélkül is. Én is ezt szoktam mondani. Itt van, de hát nem hisznek nekem. Hogy? Hogy érezze a törődést. És érzi? Vagy csak azt érzi, hogy menjél fürödni? De azt is szoktam mondani, igen.
Meg amikor lehúzza reggelente az oknit, hogy mit szokott igen. mondani? Na, na, mit? Már tegnap mondta, de elfejtettem. És akkor azt hitted, hogy a Szabi jelentkezett be. Tényleg, igen, a párodnak olyan hangja volt, olyan hangot produkált, hogy azt hittem, hogy a Szabi jött be a voice-ba. Mondom, mi a franc? Nézem, nincs is bent. Mondom, ki volt ez? De azt hittem, hogy Szabi szórakozik. Tudom, de ezt... Már megijedtem. Igen, mert előtte meg róla beszéltünk. Ja, igen, és tudom. És olyankor hirtelen meg szokott jelenni. Igen, már mondtam, hogy ne is beszéljünk olyan sokat, de még itt megidézem, aztán be fog trollkodni egy kicsit. Ilyen ez. Beszélj az ördögről és megjelenik. Ezt itt is szokták mondani egyébként. Ennyi. Ez igaz is. Izé. Na mit mond vagy, amikor leújzza az oknidat? Eljött az idő. Eljött az idő, vagy az időd? Az idő. A simán az idő. Igen. És akkor, amikor akkor mondta, hogy eljött az idő, olyan szabis hangom volt, és akkor... Na gyere mondjad, és na akkor... gyere mondjad. Jaj, de szégyenlős vagy, jaj, de szégyenlős vagy. Pedig akkor azt hittem, hogy nézem, hogy mondom, milyen nem, idő jött? Rendesen. És akkor mondom, milyen idő jött el? Mondom, nézem, szabis, te vagy? Aztán végül. Utolsó pálya! Szurkoljatok! Szurkoljatok! Ne! Nyolcan meg, megint ez a pálya! Nem, nyolcan mehettek be! Nem. Utolsó előtti pálya. Patrik, az a baj, egyszerre lesel és leesel. Annyira közel van a vége a futószallagnak. Ja, ez az utolsó előtt, itt 8 juthat be, ugye? Igen. Ne ugrálj, csak menjél! Oké. Okay. Addig jó. Ez az! Jó, benn vagy. Én már itt egy Sonic. Itt a dagadt Sonic. Dagadt Sonic. De csak a fele. De várj, ez egy lassú Sonic. Így meg végképp. De még lehet, hogy bejut. Nézd oda, micsoda harc megy. Á, pálma, ha bejut. Nem, nem. Na most szurkoljatok. Fú. Na, ez lesz a nagy leszámolás? Igen, ott egy víziló. Remélem a víziló kiesett. Kiesett a víziló. Ez lesz a nagy leszámolás. Hajrá! Jó, szóval maradtatok. Ja. Jaj, ne! Miért nem a másikat töltik, ami egymás alatt van? Én azt szeretem, nem az, ami egymás alatt vannak, és akkor le kell esned. Én azt jobban szeretem. Hát ez is egymás alatt van, csak itt még van 5 perc szünet is mindegyik között. Hát de, igen, azért nem szeretem. És ez a másik, a harmadik, ami megvan, az meg a jeges. Ott az a lényeg. Na bassz meg, bassz, leesik és olyan gyorsan elmegy. Hát... Milyen ez? Esetek le a picsába. Bassz meg! Hát, hallod? Leesek elsőre. Nagyon jó vagy, Zsagmester, nagyon jó vagy. Kösz! Hát, kurva jó vagyok. Egy nagy szar vagyok most enni a pályánál. Erről az a szám jut eszembe, be éneklik, hogy valakba rúglak s az ágyig eső, nagyon ideges vagyok, mikor nincs vacsora. Talán Banya, te ismered. Igen. Azaz. Hét. Hát utoljára. Estéki. Pont utoljára. Fölhőseggű. Pont, majdnem megnyertem.
Ezt nem szeretem, mert olyan gyorsan eltűnik. Van az a másik, ami egymás alatt van, az még könnyebb. És van az, amikor jégkockák vannak ott, arra kétszer kell ráugrni, és akkor törik be. Na, azt még jobban szeretem. A utolsó pályák közül ez az, amit nem szeretek, mert ezt tudom, hogy ez... Ó, level up! Na, gyerekek, még egy utolsó menetet nyomok. Wow! Aztán... Nekem elég... Mára. Megpróbálok... Nem egyből kiesni. Csak ne a kedvenc pályámat adja, és akkor jó lesz. Na, tök jó, hogy jön értesítés, ez rezeg itt a izé, a pánt. Rezeg, jön valami. És ki is teszi oda az izébe. Pontba kiteszi ott a bal felső sarkában egy narancsárga pontot tesz. Hogyha van értesítés. Ilyen ez. Ilyen minden bearable okos eszköz. Jó, ez tetszik, de még fel is ébresztettem úgy, hogy van rezgése. Na, rajtam volt, amikor aludtam. Na? Nem állj, megint eresztettél. Hát nem, mit tettél te? A lencse mi? Rajtam meg semmit nem fogott a lencse. Milyen volt? Hamis lencse volt ez, vagy mi van? Hát, azt látom, szóval... Valahová elköltözünk, lencsét biztos nem főzök. Vagyis hát csak akkor magamnak. Na, most akkor elmondom neked, hogy Honvédségnél voltak olyan faszakaják, hogy... Faszakaják? Bableves, utána azé, utána sólet. Azt a... Ez mind fingós kaja. Hát szóval jó össze tudták kombinálni a Honvédségnél, nyugi. Ne lökjél már le! Ez a magyar hát melyik? Ez... Gandalf fejű, az meg... Ez a magyar Honvédség? Hát annak idején, voltam katona. Hát ha tudom, hogy ilyen jó kaják vannak a Honvédségnek, akkor már most jelentkezek. Ilyen 1960-ban lejárt izé, babkonzervből csinált bableves. De 1900... tudod, milyen jó volt az? Nem volt annak semmi baja. Azt annak idején kitalálták. Azt jó megcsinálták. Mi van? Másodiknak ment vagyok. Az igen. Ilyen én még meg nem már volt. Harmadszor esek le. Gyerünk. Az az. Ebből kétszer lelöktek. Oké, én meg lent vagyok, bassza meg. Hullámvasút az életem. És akkor szerencse jön, szerencse meg. És hogy van tovább, zakatol a szívem? Nem, az már más szám. Zakatol a szívem, zakatol a test. Minden egyes itt úgy csak téged keres. Akkor azt sem tudom, melyik szám ilyen ez. Ilyen nincs, bassz meg. Én csak annyit tudok, hogy utcára nyílik a kocsmajtó. Jézus, atya úristen. Nem hiszem el, bassz meg. Most annyira be akarok menni, és nem, az Istennek se. Hát az, azért nőktek is ezt kell mondani, annyira be akarok menni. De nem megy az Istennek se. Norbi, annyira bár hangod van. Bár? Az mi? Bár ne hallanák. Bár ne hallanák. Tudom. Meg mondtam már, Norbi. Táncolj, akkor sokkal jobban el tudom viselni, tényleg. Tudom. De szerintem le is rajzolhatja, nem? Ja. Ja. Basszus, pedig nagyon-nagyon be akartam jutni. De azért nem neked akartam is... kiesni az első pályán. Azért neked is jó volt a Never Fade Away, te már majdnem megfulladtál.
Levegőben voltunk. Egy pillanatra azt hittem, hogy aki mögötted kezdett figura, az a kisvakor. Mert rohadtul hasonlított rá. Én is néztem egy figurát, aminek ilyen... Milyen volt? Itt egy paradicsom, he! Heee! Ez egy paradicsom? Az a paradicsom az kell engem. Nekem! Paradicsom fejű! Aha, jól néz ki ez a papagáj, nagyon. Hol van? Balra. Ott egy farkas. Ott van, pont. Ott pont van, kaptam. Aha, tök jól néz ki. Ne! 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 Na, így jár, aki nézelődik. Na, igen, így jár, aki nézelődik. Kettő paradicsom van, ott a papagáj. És pont a paradicsomot nézem. Andi? Te még benn vagy? Őt is kilökte, akkor ennyi volt. Na, mondom, te meg így áll valamit, az fog rá a gyuszira. Jó, ezek azért mert csuklok gyuszira. Hát nekem volt régebben egy gyuszi avarom, de az... Szadjuk. Összejött egy izé, milyen? Vallásos csaj, én ezt azt mondta, hogy vele lesz, és csak házasság után csinálhatják. Mondom, jó van. Ennek megvan a veszélye. Ennek megvan a maga veszélye. Utána velem nem foglalkozott, nem is beszélgettünk, azt hát az mikor volt, már 5 éve. Úgyhogy ez így, ennyi volt a barátság. Hát, megmondtam a véleményem, aztán utána ennyi volt. Nem te vagy az első, és nem is az utolsó a történelemben, akivel ez megtörténik. Persze, ennyi. Ez sajnos ilyen. Az élet az... Élet az ilyen. Nem baj, lényeg. Én már mondtam neked, hogy én hogy állok ezekkel a dolgokkal. Én örülök minden jónak és minden rossznak, mert minden tanít. Én szerintem a lényeg, hogy ti itt vagytok. Ennyi. Nekem ez számít. Pont. Na, köszönöm szépen. Na, én viszont most elköszönök, meg kell néznem a húst, hogy hogyan méltóztatott-e már kiolvadni. Ó, a húsi? Ja, ma azt hittem, hogy már rotyog. De hogy is, hát ott egy jégtömb volt az egész. Azta, az jó. Már mit főzőben úgy vettem, mikor vettem, hogy hát nem tudom, hát attól függ, hogy mikor olvad ki a hús. Mert tényleg szó szerint egy jégtömb volt, mikor kivettem a hűtőből. És beraktad legalább vízbe? Aha. Forró vízbe, ami már nagy valószínűséggel hideg. Úgyhogy lecserélem rajta a vizet. Csak az a baj, hogy hát figyelj, Banya, nézed a kamerát? Nézem. Hátrébb jövök, ilyen ekkora a hús. Aha. Kb. Szóval az még a mosogatóba se fér bele. Mosogatóba akkora. Se? Még abba se fér bele, mert akkora. Viszont ketté nem tudom addig, amíg fagyos. És egy húsról van szó? Egy darab húsról van szó. Úgyhogy, na mindegy, hát majd meglátjuk. Na, gyerekek, köszönöm szépen, ez egy élmény volt. Jó, éreztem valami? Megküzdöttem a nemezisemmel, átjutottam azon a pályán. Ez kész csoda volt. Úgyhogy ezt most megyek és fölírom a kéménybe korommal. Az jó. Na. Majd dumálunk egy picit később, azt akkor majd megbeszéljük, hogy mi legyen még. Oké. Okay. Na, én most elköszönök. Na, halihó. Jó főzőcskézést. Na, oké. Okay. Ja, ja. Lehet, hogy ez még arrébb lesz. Hát, az lehet. Egy picit. Na, cső. Na, csá, hello. Hello. Na. Hello. Hello. Na. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, gyerekek. Úgyhogy... később leszünk még valamivel, majd meglátjuk.
egy picikét. Úgyhogy köszönöm szépen Szabikámnak a csírt. És köszönöm, hogy itt voltatok. Na, aki meg nem lenne már, és már szúnyóra tenné magát, annak még jó éjszakát. Na, azzal meg találkozunk majd hétfőn. Na, addig is legyetek jók. Sziasztok! Mm.